több tucat napelemet helyeztek el a Záhonyi Zeneiskola tetőszerkezetére. Ezt az épületet közös hőközpont fűti a városházával, ami az út másik oldalán helyezkedik el. Az ukrán határnál fekvő település összesen 7 intézménye használ majd a jövőben megújuló energiát. A város óvodáját, uszodáját, művelődési házát, sporttelepét és orvosi rendelőjét is ilyen megoldással fűtik majd a közeljövőben. Utóbbi helyszínen ráadásul praktikusan úgy oldották meg a napelemek elhelyezését, hogy az egyben fedett parkolóként is funkcionál. Helmeci László polgármester azt mondta, a beruházással nagy mértékben csökken majd az önkormányzat rezsiköltsége. Jelentős megtakarítás lesz majd az energetikai számlákban. Én azt gondolom, hogy a mostani durván 20 millió forintos energetikai költségeket le tudjuk vinni ennek a felére vagy negyedére. Most fog kiderülni, majd most lesz az első fűtési idény, amikor láthatjuk, hogy mekkora megtakarítást okoz. Ez a város szempontjából nagyon nagy előny, mert elég szűkösek a forrásaink, tehát ezeket a megtakarításokat, egyéb fejlesztéseket tudjuk majd fordítani. A beruházásban érintett épületek környezetében egy zárt körű földhőszivattyúhálózatot hoztak létre. Ezt alkalmazzák a fűtésre, a napelemek pedig az ehhez szükséges áramot termelik. Ez a vegyes megoldás egyelőre egyedinek számít közintézmények energiaellátásában, korábban szinte csak ipari parkokban alkalmazták. A földben vannak elhelyezve 100 méter mélyen csövek, ami a hűtőközeg alapján fölveszi a föld hőjét, és ezt vonjuk ki bent az épületekben egy hőközpontban. Van még egy plusz megoldás az uszodában, ahol kevés lett volna a földszivattyú, ezért ott van egy levegő-levegő szivattyunk is, és ez a kettő együtt oldja meg az uszodafűtését, a többiben pedig a földszivattyús megoldás van. Ezeknek az energia, villamos energia szükségletét napelemekkel elégítik ki. Durván 30-50 kW-os napelemek vannak intézményenként felrakva, a fűtési teljesítmény pedig 40-től 66 kW-os hőszivattyús hőcserélőkön keresztül működik. Záhony polgármestere hozzátette, az úszodát a közeljövőben tovább szeretnék fejleszteni, pályáznak az épület teljes újraszigetelésére. A most befejeződött energetikai fejlesztéseket összesen 573 millió forintból valósította meg a város.